Szép estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit, megkezdődött az Alba Régia Fest, új helyszín, fantasztikus helyszín, a Bartók Béla tér és a múzeum díszudvarán. Tegnap este a Babos László Tátrai Trió, a Single Street énekegyüttes és a United Experience volt a vendég. Tamás és Mics Gergő 2014-ben élesztette újjá a nagymúltú Alba Régia Jazz Fesztivált. Ők ketten a fehérvári zenei élet meghatározó személyiségeiként, tanár és tanítvány, ezer éves barátságuk jegyében, láss csodát, mindketten basszusgitárosok, nagyon sokat tettek azért, hogy Fehérvár újra a jazz központi helye lehessen. Ennek a híre most el fog menni, mert ugye a múzeum udvarról már tudtunk, mert már most már 2 éve van itt a múzeum udvarban jazz koncert, de a Bartók tér egy új színfolt lett, és most, hogy ti is láttátok, egy egészen más közeget, egy egészen más atmoszférát ad, mint mondjuk, tehát erre a blues jazzre, mint mondjuk az Zichligeti nagy színpad, ami oké, hogy van, kell is, de oda annyian férnek be más is. És ennek egészen más hangulata. Én azt gondolom, hogy jó volt a választás. Azt mondják, hogy minden fesztivál vége a következő kezdete. Ez így volt nálatok is szervezésben? Ja nem, azért ez annyira nem olyan nagy, tehát nem egy Newport Jazz Fesztivál, vagy egy mit tudom én. De nem, hát azért ez, nem, hát a tavasszal, tél elején indult a szervezése. Most ugye át kell gondolni megint, meg ugye olyan információk vannak, hogy a tér át lesz ugye alakítva, és ugye elképzelhető, hogy főre lehetséges, hogy nem lesz kész még, amire Jazz Fesztivál tervezünk, de lehet, hogy igen. Tehát az nagyon sok minden függ még a jövőképtől. Milyen arányban van jelen a barátság a meghívott vendégek okán? Kérdezem ezt, hiszen esztendőről esztendőre itt vannak a sztárok. Hát, már ugye a barátság és a fellépők között, vagy a mi közöttünk? Is, mondhatjuk így, hiszen a fellépők azért kell ismertség, elismertség ahhoz, hogy az invitálást elfogadják. Hát most már a koromnál fogva is van egy kapcsolati rendszere, mert régi ugye kollégák és a többi, kell, de ez már 100%-os arányban áll egymás ide-oda, tehát barátságból is hívom, meg a, hát
most ugye pont jó példára a Tátrai Magos László Attila féle csapat, hogy ez egy olyan trió jött most össze a elmúlt évben, akit sikerült elhívni, ugye mind a három fantasztikus gitáros meg barátaim is. Igazi sztárparádét láthattak és hallhattak az igényi jazz, funk és soul rajongói az Albarégia Jazz Fesztivál első napján. A Bartók Béla téren és a Múzeum díszudvarán a honi jazz kiválóságai váltották egymást. Az örök ifjú legendák, világhírű triója Babos Gyula, László Attila és Tátrai Tibor, kiegészülve Solti Jánossal a dobnál, fergeteges műsorral idézték meg Woodstock szellemét. Ez úgy megy, hogy összeáll egy zenei formáció, és ennek a formációnak aztán a meghívások eleget tesznek, vagy a meghívásoknak eleget tesz, vagy nem. Nincsen egyenkénti gondolkodás, hogy ide ezt, oda, azt, oda, azt, nem. Nem, ez egy kész csomag, és ez így játszik. Ez a fajta formáció, ez hogy tudja tovább élni magát évtizedekig? Hát úgy, hogy állandóan megújítjuk a programot, mindig újabb és újabb zenei nyitásokat próbálunk egymásnak a kezébe és a szívébe nyújtani, és abból lesznek az új produkciók.
Bartók Béla tér bensőséges milliójében otthonra talált a United Experience is, immáron Péli Barna nélkül. Romhányi Áron és Mics Gergő kiegészülve a kiváló énekes Mihály Rékával és a Mics Márton vezette fúvós szekcióval bizonyította, miért is olyan népszerűek országszerte. Elfogultság nélkül mondhatom, vagy álszerénység nélkül mondhatom, hogy elhivatottság van mindkettőnkben a Tamással. Amikor ezt az egészet újra terveztük, ezelőtt 5 éve kezdtünk el arról beszélni, hogy jó lenne, hogyha újraélesztenék az Alba Régia Fesztet, Jazz Fesztivált itt Székesfehérváron, akkor voltak olyan sorvezetők, amik mentén mi szerettük volna ezt megtenni. Egyrészt az értékteremtés mindenképpen ilyen volt. Aztán fontos volt mind a kettőnk számára, hogy nyugodjon ez egy olyan oktatási bázison, ami ugye adott a hangszintér, illetve a Kodály János Főiskola művészeti tanszék révén, hogy hozzuk el a tehetséges fiataljainak azokat a országosan ismert, vagy akár világhírű nemzetközi jazz előadókat, akik számukra idolok, példaképek. Úgyhogy fontos számunkra az értékteremtés nagyon, és bízunk abban, hogy ez a szélesebb néprétegeket is megérinti, és kinyitja a fülüket az igényes műfajok iránt. Nagyon fontos, hogy a fiatalok mellett, a feltörekvő fiatal tehetségek mellett itt vannak a nagy sztárok is, akik ugye a legendárium nem engedi meg a pihenést, nem engedi meg azt, hogy egy egészen kicsit is elkalandozzék a figyelmük, hiszen kötelez. Azt hiszem, ezt láthattuk, tavaly hallhattuk, most itt van velünk Babos, László, Tátrai, Solti és a többiek, akik majd holnap léknek fel. Ez mekkora eredmény, hogy egy ilyen kisvárosban, ilyen rövid fesztivál keretében, de ilyen nagyszerű zenékeket tudsz meginvitálni? Én azt gondolom, hogy nagy, hiszen azért csináljuk, hogy elhozzuk ezeket a nagyszerű művészeket a városunkban. Én azt gondolom egyébként, hogyha kicsit holisztikus nézőpontból nézem, és próbálok kívül lépni ezen, és polgárként, fehérvári lakosként szemlélem ezt az egészet, akkor én szerettem volna mindig egy olyan városba élni, ahol a sport és a kultúra egyenrangú félként jelenik meg preferenciákat tekintve a város életében, és örömmel látom, hogy nálunk olyan szinten támogatja a város a sportot, nemzetközi atlétikai versennyel, fantasztikus csapatainkkal, illetve a kultúrát is, van egy fantasztikus szimfonikus zenekarunk Major Pista vezetésével, és hihetetlen módon mennek előre. Van a fesztiválunk, van egy fezenünk, ami most már az európai fesztivál térképre felkerült, úgyhogy ezekre mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk, örülünk annak, hogy a mi fesztiválunk is egy kicsi szín volt ebben az egész színes palettában. Essék szó rólatok is, hiszen Péli Barna kiválásával ketten maradtatok, a két barát Áronnal. Ki lesz a harmadik, illetve kivel játszottatok? Én magam azt olvastam, hogy mindig mással. Igen, ez az évünk az úgy zajlott, hogy különböző magyar sztárénekeseket hívtunk el élő koncertjeinkre, és United dalokat énekeltek, valamint eljátszottunk egy-két saját dalokat is. Egyébként itt ma este is fellépelünk Mihály Réka Group Enswingből és Király Viktor, de itt debütál a fesztiválunkon Szakonyi Milának, a United zenekarnak az új énekes és az új dalunk, úgyhogy itt hallhatják először. Romhányi Áron, a United alapító tagja, immáron 2 évtizede a hazai könnyűzenei élet meghatározó személyisége. Most Péli Barna távozásával nagy kihívás előtt áll csapatával együtt. 17 éves karrierünk van most már magunk mögött, és ugye Barna, ez Gergő biztos, hogy elmondta, az előző évben már beszélgettünk erről hosszasan, hogy ő egy szóló karriert szeretne beindítani, és mi tulajdonképpen annyi felkérés kapott a zenekar ezzel a repertoárral, hogy úgy döntöttük, hogy tovább csináljuk. A felkérések pedig tulajdonképpen, hát ugye most már 20 éve benne vagyunk az úgynevezett pop szakmában, és az ismerőseink, a jó barátainkat hívjuk el, illetve azokon belül ugye hát megfelelő minőséget muszáj képviseljen az adott vendég zeneileg. Tehát ezek nem egyszerű dalok. Tehát van, amikor 2 oktáv és egy szekunda a terjedelem. Úgyhogy mindenképpen nagyon-nagyon tehetséges és nagyon szakmailag felkészült előadók közül kell válogatnunk. De szerencsére nagyon sok van Magyarországon. Ugye játszhatunk már Tóth Verával, Radics Gigi, Éliás Junior, Muzsait Zoli. Ma este Király Viktor és Mihály Réka lesz a vendég, akik minden ketten nagyon-nagyon erős és nagyon tehetséges zenészek és énekesek. Úgyhogy elsősorban az emberi tényező, másodszorban a szakmai tényező dönt. Mihály Réka, Romhányi Áron kedvese, a kiváló adottságokkal rendelkező énekes varázslatos hangjával lopta be magát szívünkbe.
Először is óriási nagy megtiszteltetés Román Járonnal, illetve a United zenekarral játszani. Mi Áronnal már 12 éve töretlenül szeretjük egymást, és a színpadon is nagyon sokszor dolgozunk együtt. Eleve kiemelném, hogy most Fehérváron vagyunk, ahol Áronnak tudom, hogy ez egy igazán szívhez szóló helyszín, a családja, édesanyja, a testvére miatt, és itt Fehérváron még sosem játszottunk együtt közösen. Emiatt ez egy érzelmi töltete a dolognak. Másrésztről pedig Pili Barnával a kapcsolatuk egy igazán családi kapcsolat. Én egy picit másik oldalról, de szintén egy családi kapcsolatot tudok hozni Áronnal. Azt azért meg kell említeni, hogy a United dalok elsősorban férfi egóra íródott szövegek, tehát időnként finomítani kellett egy United szövegen, hogy az női szájból is helytálló legyen, és kedves tudjon lenni, vagy szerethető tudjon lenni, de ebben abszolút partner volt Áron, úgyhogy lesz majd egy ilyen kis macska-egérjáték köztünk a színpadon, de hát az élet az ilyen. Single Street énekegyüttes, az ex-Cotton Club Singles vokális varázslata, új hangzású, mindenek előtt megújult stílusának is köszönhetően késztette ámulatra a jazz quartet hívőket. Bartus Patrícia, Fehér Adrien, Cutor Ignác és Fehér Gábor repertoáriát új köntösbe bújtatva ismerhette meg a vágyfülű közönség. Voltam már személyesen Alberégia Jazz Fesztiválon, és megragadott a hangulata, úgyhogy nem teljesen ismeretlen számunkra. Egyébként nem elkészült műsorral érkezünk, hanem megragad a hely bennünket, és például most is változtattunk, több lesz az a kapella ma este, mint amit terveztünk. Annyira intim és annyira csodálatos az a környezet, hogy úgy gondoljuk, hogy ez felel meg legjobban ide. Milyen akkor a Single Street szellemisége itt a Múzeum udvarban? Milyen lesz? Családias, bensőséges, intim, és hát itt még egyszer megköszönném azokat a nagyon szép szavakat, amiket mondtál az előbb, az imént a zenekarra. Mindenképpen ezt szeretnénk közvetíteni. Tehát a mi gyökerünk az igazi kodálymódszeres, kóruséneklésés együtt lét. Az egész gyerekkorunk erről szólt mindannyiunké, kórus múltal rendelkezünk mindannyian, és ezt fogjuk itt ma este is átültetni a programunkba. Can't you be with me? I'm the guy.
Az első nap sikere kétségtelenné tette, az Alberége a Jazz Fest immáron a legjobb hazai rendezésű találkozók sorába tartozik. Folytatása következik. Kedves nézőink, ma este adásunk idejében Vörös Janka áll a színpadon, ezt követően 8-kor Mike Gotthard, 9-kor Ludányi Tamás csapata várja a jazz szerelmeseit. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!